Harmadik fejezet Az élet után Homérosz úgy érezte, soha életében nem felejti el annak az őrnek a tekintetét, aki az utolsó északi őrhelyen vett tőlük búcsút. Az elesett hős holt testére néznek, ilyen csodálattal és szomorúsággal, amikor a díszörség sortüzével megadják neki a végtisztességet, búcsúzva mindörökre. Élőknek ilyen tekintet nem jár ki. Homérosz úgy érezte magát, mintha egy ingatag, odatámasztott lépcsőn lépne be egy leszállni nem képes parányi repülőgép kabinjába, melyet álnok japán konstruktőrök pokolgéppé alakítottak át. Sós szél szaggatta a sugaras, birodalmi zászlót, a nyári mezőn szerelők nyizsögtek, motorok bőgtek fel, és egy nagy hasú tábornok szorította ujját a tányér sapkájához, akinek vizenyős szemében szamurályok irítsége izzott. Te meg minek örülsz? kérdezte Mogorván az elábrándozó öreget Ahmed. Homérosztól eltérően Ahmed nem sietett elsőként megtudni, mi is zajlik a Szerpuhovszkaján. Hallgatak feleségét hagyta hátra, aki ott állt a peronon, baljában nagyobbik gyerekük kezét fogta, a jobbjában pedig egy sivalkodó kis csomagot szorított féltőn a melléhez. Ez olyan, mint egy pánikkeltő roham. Felegyenesedik az ember, és neki a géppuskáknak a kétségbeesés tébolya. Halálos tűz vár ránk. Próbálta magyarázni Homérosz. De ezeket a te nem véletlenül nevezték el így, morogták, mert miközben hátrafelé tekingetett a kis világos pontra az alagút végén. Éppen az ilyen hibbantaknak valók, mint te. Normális ember nem megy neki jó szentával a gépfegyvernek. féle hős tettekre, senki se vágyik. Te tudod, úgy van ez, Válaszolta az öreg, kis hallgatás után, hogy amikor úgy érzed, elérkezett a te időd, de elgondolkozol. Tettem-e valamit az életemben? Emlékeznek-e majd rám? Hogy rát fognak-e emlékezni abban, nem vagyok biztos. De nekem vannak gyerekeim. De ők biztosan nem felejtenek el. A nagyobbik biztosan nem. Tette hozzá kisvert ahmed. Homérosz, mint akit Darás csípett meg, már ráförmet volna, de Ahmed utolsó szavai lecsillapították a harciasságát. És igaz is, neki, öreg, gyermektelen embernek könnyű kockáztatnia a mojette írháját. Ahmed előtt viszont még hosszú élet áll. Minek gondolna már most a halhatatlanságra? Elmaradt mögöttük az utolsó lámpa. Egy rácsba foglalt üvegedény, benne égővel és teli megperzselt légyjel és szárnyas csótánnyal. A kitim massza alig észrevehetően vehetően nyüsgött. Némelyik rovar még eleven volt, és megpróbált kimászni, akár a még élő halára ítéltek, akiket közös árokba szortak a többi legyilkoltal. Homérosz akaratlanul is elidőzött egy pillanatig a remegő, haldokló sárga fényfolton, melyet az a lámpa sírkipréselt magából. Nagy levegőt vett, és a többiek nyomában belemerült abba a tinta sötétbe, amely a szavasztopolszkaja határától egészen a tulszkaja közvetlen közeleig tartott. Már a persze létezett még az ilyen nevű állomás. A padló gránitlapjairól nem mozduló komorasszonya a két kisgyerekkel nem egyedül volt a kiürült peronon. Kicsit arrébb az eltávozottak után nézve ott állt a kövér, birkózó vállú félszemű ember. Egy lépéssel lehet a mögött pedig halkan beszélgetett a segédtisztel a szikár, katonaköpenyes öreg nem maradt más, mint várni. Sumázt a isztamin szórakozottan tologatva szája egyik sarkából a másikba a kialudt cigarettáját. Te csak várj. Én teszem a dolgomat. Vágta rá karcosan az ezredes. Én mondom neked, hogy az Andrei volt az utolsó kiküldött trojka vezetője. Vladimir Ivanovics újra odahallgatott a kagylóból jövő hangra, mely azóta is őrítően ott a fejében. És akkor mi van? Lehet, hogy kínzással kényszerítették, hogy ezt mondja. A specialisták ismerik az ilyen módszereket. Vonta fel a szemödökét az öreg. Ám, valószínű. Ingatta a fejét, tűnődve az állomás vezető. Hallottad volna. Hogyan mondta? Valami más, valami megmagyarázhatatlan dolog zajlik ott. Lovas rohammal itt, nem mész semmire. Egy-kettőre elmagyarázom én neked, hogy mi történt? Erősködött Gyenyisz Mihálylovics a túlszkaját banditák foglalták el. Lesből támadtak, de a mieink egy részét megölték, egy részét túlszul A villanyt nem rongálták meg, mert azt ők is használják. Meg a hanzát sem akarják felbőszíteni. A telefont viszont kikapcsolták. Miféle telefon az, amelyik hol működik, hol nem? Olyan volt a hangja. Isztomi, mint ha nem is hallotta volna a Gyanyisz Mihály szavait, csak a magáit hajtogatta. Hogy a miféle hang? Csattant fel az ezredes, mire a segédtiszt tapintatosan pár lépést hátralépett. Szúrnának csak néhány tűt a körmöd alá. A te hangod mindjárt még olyanabb lesz. Néhány harapófogóval, meg egy egész életre fejhangot lehet csinálni egy basszusból is. Az ő számára már minden tiszta volt, meghozta a döntést. Kétségeitől megszabadulva újra nyerekben érezte magát, és a kard magától ugrott hüvejéből a kezébe bármennyire húzakodjék is vele isztomin. Az nem sietett a válaszsal, hagyta, hogy a felbőszült ezredes kiéresse a gőzt. Várunk, mondta a végül békülékenyen, de eltökéltem. Két napot. Az öreg összefonta a mellén a karját. Két napot, bólintott isztomin. Az ezredes megpördült a helyén, és elsietett a laktanyába. Nem óhajtott drága órákat elvesztegetni. A csapásmérő egységek parancsnokai már álló órája várták őt a törzsben, a hosszú deszka asztal két oldalán. Csak az asztal két végén lévő szék volt üres, az övé és Isztomini. Ezúttal az állomás vezetője nélkül kellett elkezdeni. Isztomini oda se figyelt arra, hogy Gyanyisz Mihály elment. Múlatságos, ahogyan felcserélődtek itt a szerepek, nem igaz? Mondta tán neki, tán saját magának. Válaszra se várva megfordult, és szembe találta magát a segédtiszt zavar tekintetével. Egy kézmozdulattal elbocsátotta. A fene se igazodik ki az ezredesen, gondolta. Nemrég még kereken megtagadta, hogy akár csak egyetlen katonát adjon. Érez valamit az öreg farkas, de nem csapja ebbe a szimata. Isztaminnak egészen mást súgott a megérzése, hogy lapulni kell, várni. A különös telefonhívás csak megerősítette rossz előérzetét. A túlszkaján a nehéz gyalogságuknak valami titokzatos, legyőzhetetlen ellenféllel kellett felvennie a harcot. Vladimir Ivanovics kotorászott a zsebeiben, megkereste az öngyújtóját, felkattintotta. És amíg szét nem oszlottak feje fölött a füstkarikák, nem is mozdult a helyéről, és nem vette le szemét az alagút sötét torkáról, olyan megbabonázva merett rá, mint a nyúl a kígyó tátott, igéző pofájára. Ahogy elszívta a cigarettáját, megint megcsóválta a fejét, és hazaballagott. A sötétből előbukkant a segédtisztje, és tisztes távolságból követte. Egy tompa kattanás, és az alagút egyenetlen bolthajtásait jó ötven méternyire előre fényvilágította meg. Hunter lámpája méretét és erejét tekintve Inkább emlékeztetett egy reflektorra. Homérosz halkan felsóhajtott. Az utóbbi percekben nem bírták szabadulni attól a buta gondolattól, hogy a brigadéros nem fogja felkapcsolni a lámpát, mert az ő szeme anélkül is tökéletesen boldogul. Ahogyan beléptek a sötét szakaszba, Hunter még kevésbé emlékeztetett átlagos emberre, sőt, egyáltalán emberre. Mozdulatai akár a vadaké könnyedek és gyorsak voltak mintha a lámpát is csak a társai miatt kapcsolta volna be. Ő maga inkább más érzékszerveire hagyatkozott. Sisakját levéve és fülét az alagút felé fordítva gyakran hallgatózott, sőt, mint egy igazolva homéros sejtelmeit, időről időre megállt, hogy beleszimatoljon a rozsdaszagú levegőbe. Hangtalanul haladt néhány lépésnyire előttük, és nem fordult hátra, mintha el is feledkezett volna társai létezéséről. Ahmed, aki csak ritkán szolgált a déli örson, és nem szokhatott hozzá a brigadéros furcsa viselkedéséhez, értetlen kedve bökte oldalba az öreget. Mi van ezzel? Az öreg csak széttárta a kezét. Két szóval ezt úgy sem lehetne megmagyarázni. De egyetlen minek van szüksége rájuk? Úgy látszott, hogy Hunter sokkal magabiztosabb az alagutakban, még Homerosnál is, akire pedig ő maga osztotta ki a benszülött vezető szerepét hisz elég lett volna csak szólni, és az öreg sokat mesélhetett volna az itteni helyekről, képtelen dolgokat is, igazakat is, melyek némelykor jóval szörnyűbbek és különösebbek voltak a magányos tüzük mellett unatkozó őrök legképtelenebb dajka meséinél is. Saját metró térképe volt a fejében, sokkal különb, mint Isztominé. Ott, ahol az állomás vezetőinek térképén pusztaságok tátongtak, Homérosz az egész szabad térséget a függőleges aknákat, a nyitott vagy üzemen kívüli szolgálati helyiségeket, a vonalkapcsolatok pókhálóját, tele tudta volna írni jegyzetekkel és magyarázatokkal. Az ő térképén a Csertanovszkaja és a Juznaja között, egy állomással lejjebb a Szavasztopolszkajától, a vonalból kivált egy elágazás, mely belefonódott a Varsavszkoje metróremíz gigászi tömlőjébe, melyet mint kis erecskék vakvágányok tucatjai fontak körbe. Homérosz számára, aki szent tisztelettel viseltetett a vonatok iránt, a remíz sötét és misztikus hely volt. Akár egy elefánt temető. Az öreg órákig tudott volna mesélni róla, ha lettek volna, akik készek hinni neki. A szevasztopolszkaja Nahimovszki szakaszt különösen kockázatosnak tartotta. A biztonsági szabályok, de a józan ész is az diktálták, hogy együtt maradjanak, lassan és óvatosan haladjanak, gondosan szemügyre vegyék a falakat és a padlót a lábuk előtt. És a hátukat semmi esetre se hagyják fedezetlenül még ezen a szakaszon sem. Ahol pedig minden lyukat és rést háromszor is befalasztak és betömtek a szavasztopolszkaja műszaki brigádjai. A fénycsóva felhasított a sötétség, rögtön újra összeállt a hátuk mögött. Lépteik visszhangja széttöredezett az alagút szelvények, rengeteg bordáján, és valahol a távolban bánatosan szörgött a szél a szellőztető aknákban. A mennyezet részeiben lassacskán összegyűlő víz nagy, nyúlós cseppekben csöpögött lefelé. Talán csak közönséges vízcseppek voltak, de homéros igyekezett kitérni előlük. Jobb az óvatosság. A régmúltban, amikor a felszínen elterpeszkedő városmonstrum még élte a maga lázas életét, a metró pedig a nyughatatlan városlakók számára csupán egy lélektelen közlekedési eszköz volt, az akkor még egészen fiatal homérosz, akit egyszerűen csak koljának hívtak, lámpával és vasszer számos ládával a kezében járta a szakaszát. Hétköznapi halandóknak tilos volt oda a bemenet. Nekik csak a másfél száz csillogóra tisztított márványcsarnok, és a harsány reklámokkal teliragasztott zsúfat kacsik jutottak. A dudáló és ringatózó szerelvényeken naponta két-három órát is utazó embermilliók nem is sejtették, hogy ennek a föld alatt elterülő hatalmas birodalomnak csupán ha a tizedét láthatják, és hogy ne is gondolkodjanak el a valóságos méreteiről, meg arról, hogy hová vezetnek vajon a szinte észrevétlen kis ajtók, a sötét oldalágak és az örökös tartozásra lezárt átjárók, a figyelmüket reklámcégek szemet bántóan csillogó képeivel, kihívóan ostoba szlogenjeivel, és még a mozgó lépcsőn sem kegyelmező, idétlen reklámszövegekkel kötötték le. Legalábbis ez volt az érzése koljának, amikor kezdett belelátni ennek az államon belüli államnak a titkaiba. A kocsik falán az elnagyott metró térkép arról volt hivatva meggyőzni a kíváncsiskodókat, hogy ami körülveszi őket, az kizárólag polgári objektum. Valójában azonban vidám színekre festett vonalait titkos alagutak láthatatlan ágai fonták körül, katonai és kormányzati bunkerek súlyos fürtjeivel, a szakaszaikat pedig katakombák szövevényei fogták össze, amelyeket még a pogányok ástak ki a város alatt. Kolja, kora ifjúságának idején, amikor hazája még szegény volt ahhoz, hogy erőben és ambíciókban másokkal versengjen, az utolsó ítélet napja pedig ojtávalinak tűnt, a rávaló várakozás jegyében épült bunkereket és óvóhelyeket belepte a por. De a pénzzel visszatért az egykori döjf, és vele együtt visszatértek a rossz szakarók. A rosdaette sok tonnás vasajtókat csikorogva kinyitották, az élelmiszer és orvosi készleteket megújították, a levegő és vízszűrőket készenlétbe helyezték. A lehető legjobbkor. Neki, a nem idevalósi, nincs telen embernek, a metróba való felvétel felért egy szabad kőműves páholyba való bebocsáttatással. Számkivetett munkanélküliből egy hatalmas szervezett tagja lett, amely busánsan megfizette szerény szolgálataiért, és amely azzal kecsegtette, hogy részese lesz világrendje rejtett titkainak. A fizetés, melyet az álláshirdetésben ígértek, igen kedvezőnek tűnt Kolja számára követelményeket, meg a leendő vonal bejáróval szemben szinte nem is támasztottak. Új munkatársainak kényszeredett magyarázataiból csak később kezdte megérteni, hogy miért kell a metrónak magas fizetésekkel és veszélyességi pótlékokkal ide csalogatnia a munkatársakat. Nem a megfeszített munkarend miatt, s nem is amiatt, hogy önként le kell mondaniuk a nappali világosságról. Nem, egészen más veszélyekről volt szó. Skeptikus ember lévén az ördögi műről bőven tenyésző baljós mendemondákat nem hitte el. Ám egyszer egy rövid zsákszakasz bejárásáról nem tért vissza a barátja. Ki tudja miért, nem is kezdték el keresni. A műszak vezetője csak keserűen legyintett, és a barátja után nyomtalanul eltűnt minden irat is, mely azt igazolta, hogy egykor a metróban dolgozott. Koljának, aki ifjú és naív lévén nem tudott megbékélni az eltűnésével. Az egyik idősebb dolgozó folyton körbekémlelve megsúgta neki végül, hogy a barátját elvitték. Így aztán, ha valakinek, akkor Homérosznak igazán tudnia kellett, hogy komisz dolgok történtek a moszkvai föld alatt. Már jóval azelőtt is, hogy a megalopoliszt elpusztította az Armageddon perzselő lehellete. Kolja, miután elveszítette barátját, megijedhetett és elmenekülhetett volna hagyhatta volna ezt a munkát, és találhatott volna a másikat. Ám úgy alakult, hogy a metróval kötött érdekházassága idővel szenvedélyes szerelemmé változott. Miután elege lett az alagutakban való gyalogos vándorlásokból, segédmozdony vezetővé képesztette magát, és jóval biztosabb helye lett a metró bonyolult hierarchiájában. És minél közelebbről megismerkedett a világnak ezzel a félreismert csodájával, ezzel az antik világot visszasíró labirintussal, ezzel az ura nincs várossal, a felszín fejeteteire állított tükörképével a barna moszkvai földben, a mélyebben és odaadóban beleszeretett. Ez az emberkéz alkotta tartarosz méltó lett volna akár arra is, hogy az igazi homérosz megénekelje, vagy épp a fürgetó Swift, aki biztosan furcsább dolgokat talált volna benne, mint akár laputában de titkos rajongója is méltatlan énekese csupán kolja lett. Nikolaj Ivanovics Nikolajev. Nevetséges. Mert lehet szeretni a részhegyek királynőjét, de hogy magát, a részhegyet. Ám ez a szerelem, mely a féltékenységi kölcsönösnek bizonyult, azon az órán megfosztotta őt a családjától, de megmentette az életét. Hunter olyan hirtelen torpant meg, hogy a zsongító emlékeibe temetkezett Homérosz nem tudott megállni, és teljes lendülettel a brigadéros hátának ütközött. A szó nélkül félrelökte az öreget, s fejét lehorgasztva, megnyomorított fülét az alagút felé fordítva, újra mozdulatlan nádermett. Úgy fogta az egyedül számára hallható hullámokat, akár egy denevér, amely vakon rajzolja ki magának a teret. Homérosz viszont mást érzett meg. A Nahimovsky Prospekt szagát, a szagot, amit lehetetlen volt mással összetéveszteni. Gyorsan ideértek. Csak nehogy megfizessék az árát, hogy ilyen könnyen eljutottak idáig. Mintha csak kihallotta volna gondolatait, Ahmed lekapta válláról a gépkarabéját, és kibiztosította. Ki van ott? Csattant fel az öreg felé fordulva Hunter. Homérosz elmosolyodott magában. Ugyan ki tudhatná, kit hozott oda az ördög? A Nahimovszki nyitott kapui töltsérként cippantották magukba fentről a legképtelenebb teremtményeket. De megvoltak ennek az állomásnak a saját lakói is, és bár veszélytelennek tartották őket, az öreg furcsa érzésekkel viseltetett irántuk. A félelem és az undor nyúlós, ragacsos keverékével. Kicsik, kopaszok. Próbált őket leírni a brigadéros, és homérosznak ennyi elég is volt. Ők azok, a tökevők, mondta halkan. Ezt a szevasztoporszkajától a tulszkajáig, de talán a metró más tájain is szokványos szitok szót, itt szó szerint kellett érteni. Ragadozók? kérdezte Hunter. Inkább dögöt esznek, felelte bizonytalanul az öreg. Ezek a visszataszító teremtmények, amelyek egyszerre hasonlítottak pókra és emlősre, nem kockáztatták, hogy közvetlenül emberekre támadjanak, és döghúson éltek, amit a felszínről vonszoltak le az általuk kiválasztott állomásra. A Nahimovskijon nagy csapatuk tanyázott, és minden környékbeli alagutat átjárt a rothadás émeitően édeskés bűze. Magát a prospektet olyannyira, hogy kóvályogni kezdett tőle az ember feje, és sokan már akkor felvették a gázálarcot, amikor először megcsapta az orukat ez a szag. Homérosz, aki pontosan emlékezett a Nahimovszkínak erre a sajátosságára, sietve kivette táskájából a porál arcát, és felcsatolta a fejére. Az otthon csak septében összeszedelőzködött Ahmed irigykedve nézte, és a kabát ujjával takarta el az arcát. Az állomásról szétáradó miazmák fokozatosan belepték és sietésre ösztökélték őket. Hunter viszont, mintha semmit sem érzett volna. Valami mérgező, spórák. a Homérosztól. Tudom is én. Büdös. Motyogta a maza át, és elfintorodott. A brigadéros kutatón nézett az öregre, mint aki azt igyekszik megállapítani, nem vigyorog-e a másik a maszk alatt. Aztán megvonta roppant vállát. Tehát csak a szokásos. Eligazította a rövid gép gépkarabéját, hogy kézrájon, rájön, intett nekik, hogy kövessék, és puha léptekkel elsőnek indult előre. Újabb 50 méternyire a borzalmas bűz mellé gyors, kivehetetlen suttogást társult. Homérosz letörölt a homlokáról a bőséggel kiütköző verejtéket, és megpróbálta lecsendesíteni kalimpáló szívverését. Egészen közel vannak. A fénysugár valamire rátalált, széttört fényszórokról törölte le a sötétséget, melyek vakon meredtek a semmibe, hálósan megrepedezett, poros szélvédőkről, nem rozsdásodó, kék burkolatról. Az alagút torkát óriás dugóként betömő szerelvény első kocsija volt. A vonat már rég tönkre ment, de valahányszor meglátta, homérosz, mi mint egy gyerek, úgy szeretett volna bemenni a mozdony vezető fölkéjébe, megsimogatni a műszerfal billentyűit, és szemét behunyva elképzelni, hogy újra teljes sebességgel száguld az alagutakban, és húzza maga után a fényesen kivilágított kocsik, gírlandját, melyek tömve vannak olvasó, szunyókáló, a reklámokra meredő, vagy a motorok zúgását túlhassogni próbáló utasokkal. Az atomriadó jeladás esetén a legközelebbi állomásra behajtani, ott megállni, és kinyitni az ajtókat együttműködni a polgári védelem és a hadsereg erőivel, a sérültek evakuálásában és a metroállomások hermetikus lezárásában, az instrukció, hogy mi a teendőjük a mozdonyvezetőknek ítéletnapkor, pontos és egyszerű volt. Mindenütt teljesítették, ahol ez lehetségesnek bizonyult. A szerelvények többsége leállt, az állomások peronja mellett, és letargikus álomba merült. A metró lakói pedig, akiknek az ígért néhány hét helyett örökre ezen az óvó helyen kellett maradniuk. Apránként széthorták használható darabjaikat. Akadt, ahol megőrizték és lakhatóvá alakították el őket. De Homérosz, aki a vonatokban mindig valamilyen élőlényt látott, ezt olyan szentségtörésnek tartotta, mint amikor kedvenc macskáját valaki kitömeti. Az olyan életre alkalmatlan helyeken, mint amilyen a Nahimovszki prospekt is, épségben megmaradtak a szerelvények, amelyek másút ki voltak téve a vandálok rongálásának. Homérosz képtelen volt levenni személyét a kocsiról. Fülében pedig az állomásról egyre hangosabban idehallatszó, neszezést és sziszegést elnyomva, még mindig ott üvöltött a vészjelző sziréna, és zugott az addig a napig soha nem hallott riadójel. Egy hosszú, két rövid, atom. A fékek hosszantartó csikorgása, meg a homályos értelmű közlemény a kocsikban, Tisztelt utasaink, műszaki okokból a vonat nem megy tovább. Sem a mikrofonba beszélő mozdonyvezető, sem Homérosz, a segédje nem foghatták akkor még fel, hogy micsoda kilátástalanság árad ezekből a szokványos szavakból. A hermetikus kapuk erőlködése, melyek mindörökre elválasztották egymástól az élők és a holtak világát. Az utasítás szerint a kapukat a riadójelzés kiadása után legkésőbb hat perccel véglegesen le kellett zárni. Bármennyien maradtak is az élet túlsó oldalán. Azokat pedig, akik megpróbálták megakadályozni a lezárást. Le kellett lőni. Be vajon egy fiatal örmester, akinek az a dolga, hogy az állomást a hajléktalanoktól és részegektől védje? Képes lesz-e hasba lőni a férfit, aki megpróbálja visszatartani a hatalmas szerkezetet, hogy a cipő sarkát eltörő felesége is átjuthasson még? Képes erre a forgókeresztet felügyelő, mogorva, egyensapkás nő, aki 30 esztendős metróbéli szolgálat alatt két művészetben, a feltartóztatásban és a fütyülésben is tökéletesítette magát, hogy ne engedje át az iháló öregembert mellén a szánalmas kitüntetés szalagokkal. Az utasítás mindössze hat percet hagyott arra, hogy az emberből gép váljék. Vagy szörnyeteg. Asszonyok sikoltozása, férfiak felháborodott kiabálása, rémült gyermekek zokogása, pisztolylövések és gépkarabé sorozatok döreje, a minden hangszóróból közönyös fémhangon bejátszott felhívások, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát. Bejátszott felhívások voltak, hisz nem akadt egyetlen ember sem, aki tudva, hogy mi történik, képes lett volna uralkodni magán, és ezt így elmondani, ilyen közönösen. Ne essenek pánikba. Sírás, könyörgő hangok, újabb lövések. És a riadó után pontosan hat perccel, és egy perccel az Armageddon előtt a szekciókat elzáró hermetikus kapuk messzire hangzó gyászos kondulása, a reteszek durva kattanásai, és a csend, akár egy kriptában. A kocsit az oldalfal mentén tudták megkerülni. A mozdonyvezető késve fékezhetett. Talán elvonta a figyelmét mindaz, ami abban a pillanatban a peronon zajlott. Felkapaszkodtak a vaslépcsőn, és már is a rendkívül tágas csarnokba jutottak. Az egész egyetlen oszloptalan, félköríves boltozat volt. Tojás formájú mélyedésekkel a lámpatestek számára. Egyetlen hatalmas, a peront és a két simpárt is átfogó boltozat. Bámulatos, eleganciájú konstrukció. Egyszerű, légiesen könnyed, lakonikus. Csak ne nézzen az ember lefelé. A alá. Maga elé. Csak ne lássa azt, mi vélet már az állomás. Ne lássa ezt a groteszk temetőt, ahol nem lelhetni nyugalmat, ezt a rengeteg húst, lerágott csontvázat, pószló tetemet, letépett testrészt. Ezek a förtelmes teremtmények ide mindent, amihez csak hozzáfértek kiterjedt területükön, többet, mint amennyit egyszerre felzabálhattak. És ezek a tartalékok megbüdösödtek és oszlásnak indultak, de csak hordták, hordták ide szakadatlan. Az élettelen húshalmok, dacolva minden törvényjel, mozogtak, mintha lélegeztek volna, és mindenünnen undorító kaparászás hallatszott. A fénycsóva kirajzolta az egyik különös alakot. Hosszú, göcsörtös végtagjait, töpörödött, lógó redőkkel teli, csupasz, szürke bőrét, ferde hátát. Homályos szeme vaksin pislogott, hatalmas fülkagylói, önálló életet élve mozogtak. A lény reket kiáltást hallatott, és ráírősen négy kézláb odaügetett a nyitott kocsi ajtókhoz. A többi halomról ugyanilyen lomhán más dögevők is kezdtek lemászni, és elégedetlenül hörögtek és szipogtak, alcsarogtak és vicsorogtak rájuk. Kiegyenesedve sem értek fel még az alacsony homérosz melkasáig sem, aki jól tudta róluk, hogy gyávák. Erős, egészséges emberekre nem támadnak ám irracionális félelmét, amely a teremtmények láttán elfogta, éjszakai lidérces álmai táplálták, hogy egy elhagyatott állomáson fekszik elgyengülve, elhagyottan, és a bestiák egyre közelebb lopakodnak hozzá. Ahogy a cápák az óceánban kilométerekről megérzik egy csepp vér szagát, úgy érzik meg ezek a lények, ha valaki a halálán van, és sietnek oda Öreges félelmek, mondta magában megvetően Homérosz, aki annak idején összeolvasott mindenféle alkalmazott pszichológiai tankönyvet. Nem mintha sokra menne velük. A dögevők visszataszítóak voltak, de amúgy ártalmatlanok. A szevasztoporsz bűnös pazarlásnak számított volna rájuk vesztegetni a drága lőszert. A mellettük elhaladó karavánok igyekeztek ügyet sem vetni rájuk, bár a dögevők néha pimaszó viselkedtek. Nagyon elszaporodtak itt, és ahogy a trojka egyre beljebb haladt, miközben undorítóan ropogtak csizmáik alatt a szanaszét szóródott apró csontok, újabb és újabb teremtmények hagytak fel kelletlenül a lakmározással és húzódtak a fedezékekbe. A fészkeik a vonatokban voltak, és emiatt Homérosz még inkább gyűlölte őket. A Nahimovszki prospekten a hermetikus kapuk nyitva maradtak. Úgy tartották, hogy ha gyorsan megy át az ember az állomáson, csak kis sugárzás éri, ami nem fenyegeti az egészségét. De megállni tilos volt így aztán mindkét szerelvény viszonylag jó állapotban volt még mindig. Az üvegek épek. Az ajtónyílásokon átláthatók a bemocskolódott ülések, a kék festék még jól tartott a fémfalakon. A csarnok közepén ismeretlen lények csontvázaiból összehordott, valóságos, kurgán emelkedett. Hunter hirtelen megállt, amikor melléje ért. Ahmed és Homérosz ilyetten összenéztek és próbálták meghatározni, honnan leselkedhet rájuk veszély. De a megállásnak más oka volt. A halom tövében két kisebb dögevő elégedett morgással egy kutyatetemet rágott. Elbújni nem volt idejük, vagy túlságosan lekötötte őket az étel, és nem hallották fajtársai jelzését, vagy képtelenek voltak leküzdeni a mohóságukat. Hunyorogtak a brigadéros lámpájának éles fényében, és egyfolytában rágva, lassan a legközelebbi kocsi felé kezdtek hátrálni, de hirtelen egyik a másik után felbukfencezett stompa puffanással a padlóra zuhant, mint két belsőséggel teli zsák. Homérosz csodálkozva nézett Hunterre, aki visszatette a váltáskájába nehéz hangtompítóval felszerelt amerikai pisztolyát. Arca ugyanolyan kifürkészhetetlen és lélektelen volt, mint mindig. Valószínűleg nagyon éhesek voltak. Mormogta magáli elé Akmed, és utálkozó érdeklődéssel nézegette a megölt lények összezúzott koponyájából szivárgó, sötét tócsákat. Én is, mondta erre váratlanul alig kivehető morgással a brigadéros és Homérosz összerezzent. Hunter rájuk sem pillantott, úgy indult tovább, és Homérosznak úgy lett, hogy újra hallja az elő, mert elhalkult sóvár morgást. Ő maga milyen nehezen gyűrte le magában a vágyat, minden alkalommal, hogy golyóteresszen ezekbe a férgekbe. Nyugtatta, csitította magát, és végül értelme felülkerekedett, bebizonyította magának, hogy felnőtt ember, aki képes kezelni a rémámait, nem engedi, hogy elvegyék az eszét. Hunter viszont láthatólag meg se próbált ellenállni a vágyainak. De miféle vágyak voltak ezek? A falka két tagjának pusztulása megrémisztette a többi dögevőt. Halkan hörögve és szűkölve, míg a legbátrabbak és leglustábbak is eltakarodtak a peronról. A két vonatban ellepték az ablakokat, összegyűltek az ajtóknál és elcsendesedtek láthatóan meg sem fordult a fejükben, hogy megtorolják a támadást. Alig hagyja el az osztag az állomást, rögtön fel fogják zaválni fajtársaikat. Az agresszivitás csak a vadászokra jellemző, gondolta Homérosz. Azoknak, akik döggel táplálkoznak, nincs rá szükségük. Ahogy nincs szükségük az ölésre sem. Mind, aki él, előbb vagy utóbb meg is hal. És ha meghal, akkor úgyis a táplálékuk lesz. Egyszerűen csak ki kell várniuk. A lámpa fénye kirajzolta a piszkos, zöldes ablakokra tapadó förtelmes pofákat, a görnyettel megbúvó testeket, a sátáni akváriumot belülről a karmolászó mancsokat. Száz meg száz homályos szempár követte hangtalan, makacsul a mellettük elhaladó osztagot, és a teremtmények feje lenyűgöző összhangban fordult utánuk, és követte őket hosszú, figyelmes tekintettel. A formalinnal teli lombikokba zárt torszülöttek nézhettek volna így a látogatókra ha előrelátóan nem varták volna le a szemüket. Bár közelgett az óra, amikor meg kell fizetni az istentelenségért, Homérosz mégsem tudta rávenni magát, hogy akár az Istenben, akár az ördögben higgyen. De a purgatóriumot pontosan ilyennek képzelte el. Sziszüfosz a nehézkedéssel való küzdelemre ítéltetett, Tantalosz az oltatatlan szomjúság gyötrelmére. Homéroszt viszont halálának állomásán egy gyűrött mozdonyvezetői zubbony várta, meg ez a szörnyűséges, kísérteties vonat a förtelmes, gorgó utasaival. A bosszú álló istenek gúnyolódása képpen. És miután a szerelvény elindul a peronról, az alagút, mint az egyik régi metrólegendában, Möbius szalaggá, a saját farkába harapó kígyóvá zárul. Huntert már nem érdekelte se az állomás, se a lakói. A csarnok maradék szakaszát sebesen tették meg. Homérosz és Ahmed alig bírta beérni a hirtelen meginduló brigadérost. Az öregnek kedvelet lett volna -e megfordulni, oda kiáltani, lőni. Elriasztani ezeket az elszemtelnedett korcsokat, és egyben elűzni nyomasztó gondolatait. Eljött azonban fejét lehajtva, gyorsan szedte a lábát, és arra összpontosított hogy rálépjen valamilyen rothadó maradványokra. Ákmed is lehorgasztott fejjel haladt, őt is lekötötték a gondolatai, és ebben a hanyat homlok rohanásban eszükbe se jutott, hogy körülnézzenek. Hunter lámpájának fénycsóvája ide-oda ugrált, mintha valami láthatatlan tornázt követne ennek a bajos cirkusznak a kupolája alatt. De már ő se ügyelt rá. Mit fog be a lámpája? A fényben a másodperc töredékére felvillantak, és nyomban el is tűntek a friss csontok. És egy még nem teljesen lerágott, nyilvánvalóan emberi koponya. Mellette akár valami haszna vehetetlen héj, egy katonai sisak és egy golyóálló állom hevert. A kopott zöld sisakon fehér színű felirat volt. szavastoposkaja